érkezett a meccés ideje, az őszibarack meccés ideje. Körbejárjuk a fát, és megnézzük, hogy melyik nagyobb ágra, gajra nincs szükség. A gyümölcsfák helyes meccési módszerét mutatja Kovács Istvánné a diákoknak a makói mezőgazdasági iskola gyakorló kertjében. Minden évszakban van itt tennivaló, mondta el televízióknak a kertészmérnök, és az intézmény a nélkülözhetetlen tapasztalatok átadása mellett arra is törekszik, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az oktatás során. Személyiséget is fejleszt, sikerélményt is ad, ehetünk is belőle, adhatunk is el belőle, csak jót tudok mondani. Tehát szerintem ez az egyik legjobb ilyen irányú iskola. A gyakorlati oktatás az a savaborsa a tanításunknak. Aki itt megtanul közösségben eredményt elérni, az valószínű, hogy sikeres lesz az életben is. A tankertben rendelkezésre áll több fóliasátor is, amelyekben szintén számos különböző zöldség vagy éppen virág nevelkedik. A magvetés időszaka után itt most hamarosan a palántázás következik. Külön vizsgatétel a vetőmagok elvetése, és külön tétel a tanulóknak a palántázás. Tehát a szakszerű palántázásnak és a szakszerű vetésnek is megvan a anyagszükséglete, eszközszükséglete és munkamenete, és ezt nagyon ügyesen el tudják itt sajátítani. A magvetés során az a lényeg, hogy a magból kis növény szülessen, amit utána sejtes tálcába kiültetnek, és utána a végleges helyére kerül a szabadföldbe. Az iskola életében a növénytermesztés oktatása mellett az állattenyésztés is nagy szerepet kap. A gondozások szintén a tanulók feladatkörei közé tartozik a gyakorló kertben. Emellett pedig komoly mezőgazdasági gépek használatát is el tudják sajátítani.